Most is éppen próbálnak a GG Tánceger művészei. A tagozat legutóbb Szarvasra utazott, ahol az 5. Magyar Teátrum nyári fesztiválon 2 díjat is átvehetett. A gálán a Traviata című előadásukat a legkreatívabb táncalkotásként értékelték. Ezek jelzések, visszajelzések, aminek mindig örül az ember szerintem, hogyha kap egy ilyen díjat. Úgy gondolom, és nagy dolgok ezek, hogyha rendszeresen díjazottak voltunk ezen a fesztiválon szinte, vagy a saját darabjainkkal, vagy a színház produkcióival, tehát mindig van valamiféle visszajelzés, hogy a munkánk eredményes, és szeretik Szarvason. Elmondta, egy évad alatt körülbelül 100-120 előadást játszanak Egerben, 30-40-et pedig számos hazai városban, illetve külföldön. A Szarvasi Vízi Színházban az együttes szólistája Tóth Karolina a legjobb táncos nő díját kapta. Eger városának néző közönsége is megszavazta számomra a legjobb táncművészdíjat itt Egerben. Úgyhogy az is egy lényeges pont és záró, úgymond akkordja volt az évadomnak, és hát ez a díj, ez pedig egy nagyon nehéz évad, gyönyörű záró koronája, úgymond. Úgyhogy én nagyon, nagyon boldog vagyok, és köszönöm, hogy úgy gondolták, hogy én ezt megérdemlem. A GG Tánceger megújult társulattal kezdi az évadot, 4 táncossal bővült a tagozat. A fiatalok a Miskolci Balettből és a Táncművészeti Főiskoláról érkeztek, illetve egy finn táncossal nemzetközivé vált a társulat. Szeptemberben az 5. stúdiószínházi táncfesztiválra készülnek, ezen kívül a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozón Mészáros Máté Egyenes Labirintus című darabjával lépnek színpadra, majd október 15-én az Inverse Dancer koprodukcióban a Traviata című darabot adják elő Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban.